akár csak az elmúlt években, úgy idén is Kárpátalján kutatta Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület. Most pedig Hangácsi Istvánnal fogok beszélgetni, az egyesület elnökével. Nemrég Szkólében, a nyugat-ukrajnai Szkólében jártak, most pedig vezérszálláson vannak. Mit lehet tudni ezekről a kutatásokról? Szkólében 2 évvel ezelőtt jártunk. Egy ismerősünk hívta fel a figyelmet arra, hogy ott második világháborús sírok vannak, magyar katonasírok. Kiutaztunk, megnéztük a temetőt, megnéztük a temetőnek a különféle részeit. Ez egy régi görög katolikus, illetve római katolikus temető. Még a lengyelek idejében létesült, ugye a két világháború között. Na, itt ezen a településen létezett egy magyar hadikórház, és az ott elhalt katonáinkat temették ebbe a sírkertbe. Két helyszínen történtek temetések. Az egyik helyszín az egy 11 fős temetési helyszín. Még 1943-ban a hadikórház állított ott egy emlékoszlopot. Azoknak a katonáknak az emlékére, akik 1941. június végén estek el, amikor beállt a hadiállapot Magyarország és a Szovjetunió között. Aztán 1944 nyarán, amikor már a front közeledett a Kárpátok előteréhez, akkor is a kórház fogadta ugye a beérkező sebesülteket, és akik ott elhaláloztak, őket temették el, de a temető másik részére. Na, ez volt a kihívás, hogy ezt a részt megtalálni. Bár álltak rendelkezésünkre fotodokumentumok, azért nehéz volt meghatározni azt a helyet, ahol történtek ezek a temetések. Geodétákat vittünk ki, a HM Zrínyi Kft-nek a geodétáik, akiknek a segítségével sikerült meghatározni ezeket a sírokat. A sírok száma 45. A helyzet az, hogy időközben a helyi lakosság betemetett ebbe a temetői részbe, úgyhogy a napokban, amikor a Szkolében jártunk, pont annak a felmérését csináltuk, pont azt a feladatot hajtottuk végre, hogy mennyit lehetne ezen sírok közül még visszanyerni. Ugyanis a tervekben szerepel az, hogy eredeti állapotba visszarendezzük úgymond a temetőnek ezt a részét, és ami menthető, tehát oda kereszteket fogunk állítani. Ha minden igaz, akkor 2020. októberében avatható lesz ez a temetői rész. Ezen kívül vannak olyan elképzeléseink, ezeket már egyeztettük a honvédelmi tárcával, honvédelmi tárca illetékeseivel, hogy ezen temetői rész mellett előkészítünk egy másik területet, kitisztítunk, hatalmas nagy fák állnak ott, illetve bokrokkal, tehát időközben azért győzött ott a természet, tehát úgy kellett visszahódítani ezt a területet. Gyingyás, dzsúvás, bocsánat a kifejezését, de ezt kell mondanom, hiszen a temetőnek arról a részéről beszélünk, ahová a helyi lakosság hordta a szemetet. Úgyhogy kitisztítottuk ezt a temetői részt is, és úgy néz ki, hogy itt egy regionális sírkertet csinálunk a II. Világháborús katonáinknak, hiszen a környéken rengetegen nyugszanak még lövészárkokba, fönn a Kárpátok előterében, és amennyiben az ukránok engedélyezik, már pedig miért ne engedélyeznék, akkor ide fogjuk összegyűjteni ezeket a katonákat, akik javarészt 44. augusztusában és szeptemberében haltak meg. Radarokat is hoztak, mégis hogy néz ki egy ilyen kutatás, hogyan kell ezt elképzelni? A radart azt a HM Zrínyi Kft. Szakemberei biztosították. Ez egy komoly műszer, 5-6 méterig, ugye talajtól függően képes meghatározni a talaj egyenetlenségeit, ugye talaj összefüggő, illetve talajjal van összefüggésben, hogy mennyire lát le, úgymond az adott készülék. Leszkenneltük ezt a területet. Igen, mostanában volt hozzánk az időjárás, és ilyen zolgott az eső, és az a kis exkavátor, amit használtunk, hát az is néha elakadt. Na mindegy, ettől függetlenül a talajnak a felső réctegét sikerült leszedni, és a talajt ugye megvizsgálni a radar segítségével. Hát olyan 28-29 sírt találtunk, amit, ahogy elmondtam az előbb, véletlenül sikerül is majd visszanyerni, és így megörökíteni az ott nyugszó katonáknak az emlékét. Milyen pontossággal dolgoznak ezek a műszerek?
Ez metszeteket készít az adott részen, tehát háromdimenziós radarról van szó. Az egy dolog, hogy ott a helyszínen ugye mi leszkenneljük ezt a területet, letapogatjuk ezt a területet, később azért elemezni kell, hogy mit kapunk, hiszen mint említettem, a talajnak vannak olyan egyenetlenségei, olyan anomáliák találtok, gyökerek, kavicsok vannak benne, és elemzéssel szorul az eredmény, úgyhogy most is dolgoznak rajta a srácok. Én belekukkantottam ezekbe a képekbe, azért én sem először látok ilyen radart. Lesznek eredmények, tehát láthatóak azok a sírok ott lent 2 méter mélyen. Eredményes munkát kívánok Hangács Istvánnak, akinek köszönöm szépen a beszélgetést. A Vigyázók Egyesület tehát Lemberg megye után most Kárpátalján kutat.